Sziasztok, most az 1981-es arcade játéknak a C64-es verziójával fogok játszani, amit Moon Shuttle-nak hívnak. Na már most ez nem egy túl érdekes játék, nem egy túl velős vagy tartalomdús dolog, és ezt a dolgot is ismerték a szaksajtóban, nem túl nagyra értékelik ezt a játékot, és én se igazán. Viszont emlékszem rá valamilyen oknál fogva, és gondoltam, megosztom ezt a fantasztikus élményt veletek, szóval íme. Na, egy gombnyomásra vagyunk a játék kezdetétől. Igazából egy gombnyomásra vagyunk, ugye, ettől a startmenütől. Hogyha lehet annak nevezni, összvisz két opciónk van, ugye az F3-mal tudjuk változtatni, hogy hány játékosunk legyen. És ez... Összvisz kettő játékossal lehet lenni, aminek semmi értelme nincsen, ugyanis nincsen kooperatív játék, körökre van osztva az egész cucc. Szóval nyugodtan lehet akár négy játékos, öt játékos, megosztoznak egy darab joystickon és kész. Nem, ebben a játékban két játékos van két joystickon, ami talán egy kicsit kényelmes ebb megoldás két játékosnak, de viszont azért viszont ugye nincsen benne az az opció, hogy többen játszanak egy gépnél, mert ugyan miért? Szóval vissza ezéhez. És ugye a másik opciónk az, hogy elindítjuk magát a játékot, szóval F7. És a játék rögtön azzal kezdődik, hogy így át kell lövöldöznünk magunkat egy aszteroidőben. Amit úgy viszonylag könnyen meg tudunk csinálni, ugye a későbbi pályákon azért nehezebb lesz. Két fázisból áll egy pálya, ebből a aszteroida lövöldözős akármiből, ebből a szimplaságból, meg van egy nagyon-nagyon lebutított, kicsit Space Invaders-es rész. Szóval gyakorlatilag itt most le kell vadásznunk egy rakás ilyen ellenséges űrhajót, és nagyjából ennyi a játék. Szóval nem azt mondom, van több fajta ellenség, de nagyon könnyen el tudunk jutni a végére igazából. És ugye nincs olyan se igazából, hogy mondjuk ezeket az ellenfeleket meg a későbbi pályákon kombináljuk, hogy ilyesmi állna, egyáltalán nem történik meg. Csak annyi történik, hogy ugye, hogyha végignyomtuk a négy pályát a négy különböző ellenféllel, akkor igazából visszatérünk az elsőhöz, és egyre nehezebb nehézségi szinten nyomatjuk, szóval... Így előre megmondom, tudod, spoilers, hogy olyan sokra nem lehetett a játéktól... sokra nem lehet számítani ettől a játéktól. És hát igazából nem csodálom, hogy lehúrogták később. Aki csinálta ezt a játékot, az feltételezem egy ilyen japán játékkészítő cég, ugye ez egy 79-es, már elfelejtette a nevét, vagy lehet, hogyha visszatérünk ugye a főképernyőhöz, akkor látható lesz. Az így ilyen japán cég, ami ilyen obskurus játéktermékgépeket gyártott, legalábbis olyan sok mindent nem ismerek azok közül, amiket ők gyártottak. És hát igazából meg is van az oka. Ezek a régi 70-es évek vége felé játékgépek, ezek mind, hát nem mind, hanem elég gyakran úgy a feledés homályába vesztek el. És persze ennek az oka igazából, hogy úgy néznek ki, mint nem tudom, mint a 90-es években ezek a Windows-os mini játékok. Egy kicsit legalábbis azt a hatást kelték legalábbis bennem. Ezt a fajta érzést váltják ki. Így szépen lyukat vágunk az aszteroide övbe, és kikerüljük a
az aszteroidákat. Ez a következő fajta ellenfél, ugye, ez egy kicsit nehézkes. Opa, igen. Ugye ezek össze-vissza sasszéznek, és úgy kellene őket eltállni. Az én taktikám mondjuk ezekkel szemben az, hogy jobbra-balra mozgok, ne a rövideket. Így aztán egy kicsit sűrűbben tudom szórni ugye a lövedékeket. És ki tudom jobban kerülni az ellenfélét, mert akkor gyakorlatilag az övék is egy szűkebb sávba kerül. Hoppa, hoppa, hoppa. Érdekes módon egyébként az eredeti arcade játék az oldalra scrollozó típusú shoot-up, és nem fölfelé lefelé, és nem is igazán értem, hogy a C64-es verziót azt miért így csinálták meg. Nem hiszem, hogy meghaladná egy programozó képességeit az, hogyha az eredeti módon csinálták volna, meg viszont az igaz, hogy mondjuk szerintem ennek a verziónak a grafikája valamivel jobb. Szóval egy kicsit tényleg olyan, mintha nem is tudom, valami Windowsos minigame. Igazából a Windowsos minigame alatti szintű dologgal játszanánk. De mondom, ez egy 81-es arcade játék, szóval azokon mindig van mit fejleszteni. Jaj. Na, ez az utolsó fajta ellenség igazából. És gyakorlatilag, hogyha ezt a pályát végigvittem, akkor megmutattam a játéknak minden részét. Ami jó, mert igazából gyerekkoromban nem jutottam el idáig, és ez mondjuk annak volt köszönhető, hogy amikor ezzel játszottam, akkor még nagyban a ugye klatyogós joystickjaim voltak, és ez a játéka az borzasztó. Na, túljutottam ezen is. És most inkább egy Mega Drive 2-es kontroller utánzattal, USB-s kontroller utánzattal játszok. És most először próbálom ki ezt a kontrollert édesben. És nekem kurvára tetszik. Szóval valahogy ez a három gombos, pontosabban hat gombos design az, ami nekem nagyon jó ki van találva ez az elrendezkedés, nagyon rááll a kezemre, jó fogható a cucc. Szerintem jobb is, mint a ugye annak idején a Mega Drive-nak a versenytársa, a Super Nintendo kontrollert rohadtul nem szeretem. Nem tudom, hogy miért istenítik azt a kontrollert, egyszerűen nem tudom rendesen körül. Kicsit túlságosan is, nem tudom, szabályos az íve. Én azt vettem észre, hogy ahhoz nagyon nem tud alkalmazkodni a kezem. Ráadásul a vágomb se egy olyan iszonyatosan jól helyezkedik el azon az íven, amit a SNES kontrollerre csináltak. Ez mondjuk persze egy abszolút szubjektív dolog, főleg miután hozzászoktam ugye a különböző PlayStation 2-es, meg nem tudom, meg a később ilyen után gyártott kontrollerekhez, amik már egy kicsit ergonomikusabban lettek kialakítva. Hoppá. Hoppá.
Jó sok életet azt hiszem összeszedtünk, azért tart ez a játék most idáig, mert viszonylag, hát nem azt mondom, hogy hibamentesen, de egészen ügyesen játszottam eddig. Az most meg fog változni, mert most egy kicsit, ugye ahogy látjátok, egy kicsit több ellenfél van egyszerre a képernyőn. És ez akkor lesz probléma igazából, amikor jönnek ezek a kék izék, ugye a sasszézósak. És át, jó, át kell navigálni. Az a szerencse, hogy annyira nem lett idétlen módon megcsinálva az a játék, hogy mondjuk nem gondoltak arra, hogy mondjuk egy sprite-ból csinálják meg azért az űrhajót. És ugye a C64-esnek a ütközés detektálás, ütközés detektálása miatt, hogyha a hajtómű tűz mondjuk neki ütközik a aszteroidáknak, akkor vele hal a akkor meghal a rakéta is. Szóval annak örülök, hogy ezt két sprite-ból oldották meg. Én már a kicsi dolgoknak is tudok örülni. Jaj, de jó, hogy nem lett tökéletesen retardált a játék. Na, igen. Eljutottunk a kékekig, és innentől kezdve igazából olyan sok esélyünk nem volt az életben maradásra. Hát ilyen ez a játék. Nem túl sok, igazából nem lehet olyan sok időt eltölteni vele. Abszolút csak is kizárólag a pontokra lehet benne játszani, szóval nem is tudom, hogy egy idő után miért jön vissza az ember hozzá. Ilyen fura. De főleg, hogyha az embernek van egy rakás ugye lemeze talajjátékokkal, akkor nem tudom, hogy ez hogyan lehet ugye egy számba vehető alternatíva. Nagyon sok jó C64-es játék létezett, és hát ez nem tartozik közéjük, szóval ajánlani biztos, hogy nem fogom ajánlani. Minden esetre like, dislike, komment odalent, sziasztok!